gondolom, hogy a piacozásnak is vannak fokozatai. Hadd mutassam be önöknek a Ráksi piacot, termelői piacot, ami a számomra a csillagos ötös. A Talpas házban vagyok Zsuzsával, aki már jó ismerősöm, többször dolgoztunk együtt, most is üdvözöllek. Mivel készültél a mai nap? Mert valami csodákat látok, azt látom. Hát mondjuk ezzel minden héten készülök, lángossütőn. Lángost? Igen, meg a specialitásom, itt a specialitásom. Mi a specialitásod, Zsuzsa? Szilvás lepény. Mákos szilvás lepény. Azt a vett. Ez kell tészta, gondolom, igen, látom az alapanyagokból. Igen, kell tészta. És hát, igen? Lángost, az kétfélét szoktunk csinálni, van még a pedig? Sima, ami semmi, csak só, liszt, víz, élesztő, a másik pedig a kefíres. A kefíres. Ez ízben megjelenik, hogy más hozzávalókkal készült? Hát talán ropogósabb. Ropogósabb egy, tehát mégis a textúrája más egy kicsit. Szerintem fogjunk is hozzá. Jó. Mit készítünk először? Úgy látom, először hogy... Először ide készítettem, én vízzel, lángos mindig vízzel csinálom. És te krumplit nem raktok bele? Hát ebben most nem raktok. Most kefir raktok. Uh-huh. Jó, rendben van. Igen, akkor teszünk ebbe egy két kanál cukrot. Két kanál cukrot? Ez egy kiló lisztet csináljuk. Most egy ilyen kis adag könnyen megjegyezhető. Ez egy kiló liszt, ez egy családi adag körülbelül, igen, ugye? Igen. Tehát nem az ipari mennyiséget készítünk, könnyen hanem családi adag. Megjegyezhető a rendszer. No, hát akkor én, mint megszoktuk, kuktává avanzsálódom magamat. Közben én fordítok egy lángost. Egy lángost, mert ugyebár az üzlet az üzlet. Igen. A lángos megsült. Igen. No. Teszünk bele két kanál cukrot. Egy kanál, két kanál cukrot. Ez kis kanál tehetsz hármat is. Még egyet? Igen. Még egyet. Zor. És bele. Ráksiba a két kanál, három kanál. Igen. Egy kicsi kanál. Igen. Ez élesztőt belemorzsoljuk. Mind a kettőt vagy egyet? Egyiket. Egyet. A másik majd a mákosba jó. Ezt imádom csinálni, úgy szeretek, komolyan mondom, élesztőt morzsolni. Amikor pont az az állagú, hogy nem túl nyers, nem száraz, olyan jó érzés, komolyan igen mondom. És igen? Akkor most ezt majd felfuttatjuk. Igen. Hogyha felfutott az élesztő, akkor beletesszük a 1 kg liszthez egy másfél kanál sót. Másfél kanál sót. Igen. Igen. És akkor megy bele kefir, ezt így elkeverjük, és utána a liszt. Tehát akkor most felfut az élesztő, azt megvárjuk, ugye? Igen. Jó. Na, míg fut az élesztő, addig állítsuk össze, akkor én javaslom ezt a, mint mondtál, mákos, szilvás lepényt. Ezt honnan vetted a receptet? Hát ezt a nagymamámtól. Nagymamától. Tehát majdnem, hogy akkor már úgy kb. 100 éves recept? Hát igen. Körülbelül, ugye? 100 éves. Na, hát akkor lássunk hozzá. Tehát látom, hogy a tej is keltésztával kezdődik. És ezt ugye nem vízzel, hanem tejjel, édes keltészta lesz. És akkor ebbe is beletesszük a cukrot, és akkor... Tehát tegyük meg a cukor felelős ma. Igen. Igen, ebben mennyit rakja? Ebben is tesz négyet. Négyet. Ez egy édesebb tészta lesz. Négy. Igen. Igen. És belemorzsoljuk az élesztőt. Az előbb már nagyon ment. Igen. Ezt a szilvás lepényt, ezt eddig kicsit dolgoztam vele meg a másikkal is. Na de majd a dagasztásnál. Mert ahogy Zsuzsa dagasztam, dagasztott senki. Kicsit belekeverek. Az évek, és meg a tapasztalat másoknál. Igen. Még fiatalok vagyunk, lélekben mindenképp. Igen, hát szerintem Jödi, ez most már jó ez lesz. Ez jó lesz. Most beletesszük. Akkor visszatérünk a lángoshoz. Kefirt. A kefir. Azt rak be, nem tudom, mind hogy bele. Mennyi az a kefir. Mind bele? Igen, kettő kis pohár kefir. De rakjuk. Két kis pohár kefir. Igen. Jó, berakunk. És akkor ilyenkor még teszek bele egy kis kanál sót, meg ugye, mikor kell az élesztő, ez akkor... a kis kanál só. Igen, igen. És akkor elkeverem, és jöhet a liszt. Jöhet a liszt. Adagolom meg. Mindenképpen. Ennyi elég lesz első? Nem. Minden. Még? Minden? Ez egy kiló liszt. Hogy csak mondtad, hogy adagolja. Gondoltam, hogy szakaszosan. Jó. Oké. Akkor megvan. Igen, és akkor a dagasztás következik. Igen, és ezt meg én kicsit a lángos tésztát lágyabbra csinálom, nem mint a kenyér, hanem akkor egy kicsit lágyabb. A háziasszonyok, akik otthon állnak neki lángost sütni, mit javasolsz, meddig dagasztják?
Természetesen ugyebár tudjuk, hogy addig, ameddig el nem válik az edény falától. Igen, meg azt már érzik, hogy a kezedről lejön. De aki nem érzi, még sose csinált lángost, annak mit javasolsz? Meddig dagasztok? Hát, ameddig el nem fárad. Nem. Körülbelül? Nem. Én nem mondom azt, hogy én sokáig dagasztok, mert bent van az élesztésnek az a dolga, hogy ne kelljen. Hogy dolgozzon. Igen, simára kidolgozom, és akkor... Látod, már kezd a kezemről látom, is lejönni. Látom. És könnyű, mert sokan nekiállok, hogy nagy dolgoztás. Nem, ez szépen szeretni kell a tésztát. Szeretni, olyan? Igen. A tésztát. Ennek egy pici olajat tegyél a kezemre, mert én nem lisztezem, mert vigyázok egy kicsit. Köszönöm. Igen. Vigyázok az olajra, vagyis hát mi pálmazsírba sütünk. Nem, pálmazsírba. Uh-huh. Okay. Nincs neki szaga, ugyebár. Igen. Azért nehezen is szokták meg a vendégek, mert egy picit azért úgy tömörebb, mint a napraforgó olaj, de viszont sokkal finomabb. Én úgy gondolom, hogy azért, mert nem szívja meg magát annyira a lángos. Igen. No, hát szerintem akkor ezzel meg vagyunk, szerintem nem mosok kezet. Félre rakjuk egy kicsikét, és következik a specialitásod, igen, ráksi specialitása, a mákos szilvás lepény. Felfutott az élesztő. Igen. Mi a következő? Teszünk fázis? Teszünk egy félkanásót. Egy félkanásót. Mert ugye az édesbe is, ugye igen, mint a sósba. Igen. És anyukámtól is így tanultam. Jöhet bele tojás, de én szerintem tartsd ide, én azt kipotrom, hogy neked okay. Tesz a kezedet. Ez hány tojás? Ez három tojás sárgája. Én a kertésztákhoz egyáltalán a fehérjét nem használom. Igen, attól elnehezedik a kertészta. De azóta már több mindenkitől hallom. Igen, azért nem használok fehérjét, mert elnehezedik tőle, nem lesz olyan szép szálos meg a kertészta. Uh-huh. Akkor jöhet a liszt. A liszt. Az egészet belerakjam? Igen. Úgy, mint a lángosnál. Vagy egy pici fáj. Jó. Helyezzük, milyen állom. De mehet. Mehet. Jó. Na, köszi. És akkor ez úgy van, hogy ebben egy kis zsíradék. Zsíradék milyen formában? Én olvasztom, de nem most, hanem mikor már összedagasztottuk. Ez milyen zsír? Ez disznózsír. Igen, felét. Körülbelül mennyi? Hát olyan másfél-két deci. Másfél-két deci. Ennyi. Aha. Ez nem lehet nem szeretni. Persze. Még a gyerekek is, amikor tanodába vagyok velük, még ők is szeretnek dagasztani, de a gyerek az milyen? Nem egy kézzel dagaszt, a gyerek így dagaszt, eddig tésztás, de imádja. Tehát imádja. Hát eddig ez egy hagyományosnak mondható kertészta. Szerintem én a kalástésztát körülbelül így készítem. Igen. Semmi különös. És csak ezt nem tekerjük föl, hanem kiterítjük a tepsibe, és akkor úgy megy rá a töltelék. Igen. A mák, illetve a szilva. Mák és a szilva. A szilva, azt látom, azt hadd nézzem, a szilva, azt mutatom a nézőknek is, hogy nézzék, milyen gyönyörű. Ez a szilva, ez lekvár. Igen. Ez lekvár. Ezt meg kell kóstolnom. Tehát, de mikor? Te dolgozol én. Nyáron, amikor van szilva, akkor viszont egy picit megpárolom a szilvát, és ez nagyon finom. Úgy rakom rá. Ez nagyon finom. Egy pici olajat kérek még, és szerintem... Zsír. Zsír? Ja, igen. Zsír. Megfelelő módon úgy látom bedagasztottad. Igen. És akkor ez megy a lángos mellé kelni. Igen, erre tehetünk egy pici lisztet. Egyszer kereszted, vagy kétszer? Hát egyszer jön az edénybe, másodszor a tepsibe. A tepsibe. Mikor jó. Már rajta van a töltelék, és akkor egy kicsit, ugye 20 percet várok vele. És akkor úgy megy a sütőbe. Egy pici lisztet szórnál nekem. Még egy kicsit szórok, mert ezt akkor én szórok a tetejére. Ami közöm nekem is legyen ez a tésztához. És akkor ilyenkor meg szoktam lapogatni egy kicsit. Igen. És mehet kelni. Igen. És letakarjuk kelni. Ez mennyi idő körülbelül? 40 perc? Hát nekem a melegben, meleg még tovább is. Igen. Na megmostam a kezemet,
Közben zsíros kenyeret teszünk? Még nem reggeliztem. Nem, mással készültem nektek. Mással? Igen. Mi mással? Hát itt a helyben nevelt szürke marha májjal. A pirított szürke marha máj. Soha nem vettem szürke marha májjal. Hát akkor itt az ideje, hogy most megkóstolt, hozom is neked. Azt a betyárját. Ez nagyon jól néz ki, Zsuzsa. Hát remélem, hogy ez. Hogy készült ez a megszagolható? Igen. Ez be van pácolva. Mibe? Tej. És mindenféle fűszer. Meddig? Meddig pácolod? Hát lehet előtte nap is beáztatni. Mondjuk ezt én a sertés meg a csirkemájjal nem csinálom. Én csak a marhamájjal, mert hogy intenzív víz van, és tudod, a tejben akkor az ugye elmegy a víz. És nagyon egyszerű, beleforgatom vízbe, forró olajba bele, vagy zsírba beleteszem, megkaphatom mind a két oldalát. Igen. És akkor fölöntöm egy kis vizet, egy picit még várjál. Látom, beindultok. Igen. És mikor úgy látom, hogy most már jó, akkor rakok rá egy kis fokhagymát, fölöntöm egy kevés vízzel, és körülbelül ez egy 5 perces történet, amíg ez elkészül, mert ugye májat nem főzök túl, mert mindig keményebb lesz. És ennyi, és akkor ugye, mikor elpárolog a víz... Tehát ez nekünk rottyantottad. Igen. Mikor elpárolog a víz, akkor kapunk egy ilyen kis szószos, kis szaftos valamit. Szaftos kis valamit. Hát tessék akkor, hogy meg. Hát... És mikor disznóvágáson tudod, akkor férfiaknak kiviszem reggelire, hogy csak így rárakom kenyérre, és bekapják, azt megcsinálod nekem, mehet rá a pálinka. Megcsinálod nekem, vagy... Megcsinálom, így is, meg úgy is. Meg úgy is. Mondjuk ők így eszik. Ők így eszik, igen. Igen. És akkor neked megszedek ide. Tehát a fiúk kenyérre rakva eszik, a lányok igen, azok tudod, szépen villában eszik hát ezt a történetet. Reggel nem érnek rá leülni, hát, amikor igen. Nagy munka van. Mi nálunk hagymásért szokott lenni a visznavágáskor. Az is nagyon jó. Hát nem szabad kamerába enni, de... De hát most ezt kell. Ezt nem most. Sajnál. Jó közeg. Érezni rajta a különbséget, ugye? Nagyon finom volt, köszi a reggelit. Egészségedre. Honnan tudod, hogy megszomjaztam? Tehát megettem ezt a fini szendvicset, és megint bejövök, és látom, hogy gyönyörűségek vannak az asztalon. Méghozzá, ha valaki nem ismerné fel, ez egy levendula szőp, de látom, hogy minden módon nagyon gyönyörűen becsomagoljátok és úgy kínáljátok, gondolom, eladásra. Tudom, hogy ti készítettétek. Hogyan? Egyszerű. Kell hozzá levendula. Igen. Víz. Eddig tudom. Citrom. Citromsav. Cukor. És mindent nem árulnak. Mindent nem árulnak el. Már másodjára járok így, kedves igen, nézők, nem. Hogy nem árulják el a szakmai titkokat, majd nekem később volt hátul. Jó. Ez milyen stációban van? Hadd kérdezzem meg tőled. Ezt ma kell, hogy befejezzük. Ma. Ez 2 napot ázott, a levendula és a citrom, mert ugye van jó nagy levendula, 1 liter vízhez, 1 citrom, citromsav, meg hát a kilónként 1 kiló cukor, 1 liter vízhez. És most az következik, hogy rá fogjuk önteni a cukrot, felforraljuk, akkor leszűrjük, újra föltesszük forni, és akkor megy az üvegekbe, és száraz dunzba. Nem tudom, lehet, hogy ez egyéni varázsomnak köszönhető, nem tudom, hallották-e a receptet, csak elmondta Zsuzsa nekünk. Úgyhogy mindenki álljon neki levendula szőpöt készíteni. Természetesen az arányok, azok mindenkinek a szája íze szerint készülhet. Kell, hát én ezt megkóstolnám. Most ebben még nincs cukor, ezt tudnod kell. Hát nem ezt akarom megkóstolni, ja, hogy készen van. Hát persze. Jó, azt hiszem, ezt akarom megkóstolni. Van itt egy nagyon kedves fiatal ember, akinek ha itt kacsintok, akkor állítok, hozz nekem levendula szőpöt. Jó az állítás. Jó az állítás. Hogy a szeregészséggel. Jó, nagyon szépen köszönöm, és még úgy egymáshoz is öltöztünk. Hát köszönöm szépen. Hát itt maradhatnál egy darabig, még iszolgatom. Bencsi vagyok. Hú, ez nagyon finom. Ügyesen összekeverted a szódát és a szőpöt, úgyhogy köszönöm szépen. Egészség. Majd még találkozom. Igen, nagyon finom. Nagyon finom. Csak egy kicsit most. Igen, elvárásoltam. Igen, nagyon finom. És
hogy ilyen nagyon szép színe van, mikor először én láttam levendulát, én azt hittem, hogy ebben színezett. Annyira intenzív. Hát a levendula mennyiségétől. Igen, igen. Mert ugye otthon még azért nincs ilyen sok levendulánk, de... Már akinek, igen. De most... Nekem 8 bokrom van, és 2 éve kezdtem el szüretelni. Megmondom őszintén, még csak ajándékozás terén járok, illetve kekszet készítettem, levendulás kekszet. A második adag jó lett, mert az elsőben túl sok levendulát raktam, és szappanos lett az íze. Úgyhogy, de van másodjára jó lett, mert nagyon kell ezzel vigyázni, tudom, a levendulával, az arányosságra. Hát köszönöm szépen, szerintem meg lehet nézni, hogy megkeltek-e. Kelnek szépen. Kicipoztuk közbe a lángost, mert még kicsikét azoknak szunnyadni kell, és elkezdjük akkor készíteni ezt a mákos csodát. Én ezt nem sodrom, hanem így kézzel belelopogatom a tepsibe. Igen, hát ez minden házi asszony örül ennek, én úgy gondolom, igen, hogy egy plusz munka folyamat kiesik, és még itt gyúrmászhat és ezzel a tésztával. Megkérlek egy kicsit. Szóld meg mákkal, körülbelül kicsit felét. Ebben van egy cukor ebben a mákban? Igen, cukros, fahéjas, vaníliás. Cukros, fahéjas, vaníliás, és nincs előfőzve. Nincs, az mennyi az a kicsi, nem tudom, nekem ez a kicsi? Hát így. Így körülbelül? Igen, és a több majd a tetejére megy. Tehát alul is, meg felül is mákban. Értem. Próbálom egyenletesen. Hogyha most itt abba hagynám és feltekerném, akkor klasszikus mákos kalácsot kapnék, ugye? Jó, hát szerintem akkor így jó neked? Igen, nekem jó. És okay. Most jön a lekvár. A lekvár. Azt te légy szíves, még nem tudom, hogy hogy kell. Tehát a szél hát van, jó, hogy megpakoljuk. Akkor először sütöttem, nagyon nagy sikerem volt a németeknél is, hogy lesz ilyen minden héten? Hát... Külföldi állampolgárok nagyon szeretik a magyar konyhát, meg a magyar ember is. Igen, magyar is. És mondják, hát még ilyen. És akkor kell rá még mák. De ide vastagabban rakjuk a mákot. Vastagabban, igen. Jól szóld meg, így a szélére is kicsit néz ki. Habár szeretik azt is, hogy a szélét, én azt nagyon, én a pizzának a szélét is szeretem. Nem, nem vágjuk meg külön, mert van, aki gyerek azt szélét. Okay. És ez, ha elkészül, akkor még pluszba becsukorcukrozzátok, vagy nem? Hát egy kicsi porcukrozzátok. Tehát kap még egy kis. Mikor kihullok, hogy jól jutott volna, tehát tudom, nem sokat. Értem, nem sokat. Hát a látványnak van rajta, hanem az íznek. Értem. De valamikor nem is teszek rá, esetleg megkérdezzük a vendégtől, hogy kérnek rá. Jó, köszönjük. Jó, oké. Okay. Akkor hát most ez ingyeztem, most egy kicsit ez is pihen. Pihen még? Mennyi igen? Az egy 20 perc körülbelül? Körülbelül egy kicsit ugye 20 perc, és utána mehet a sütőbe. Utána a sütőben meddig tartozol? Nagyon hamar megsül. Mint általában kell tésztem? Hát, egy tudom, laposan is föltekerve egy olyan 15 perc. Hát 170-180 fokon. Várom azt a eltelt 20 plusz 15-35 percet. Mehet. És elkészült a lepényünk. A lepény, a mákos szilvás lepény. Hát, én csak ennyit tudok már mutatni, hogy légy szíves. Így a máj után. Hát ez igen jól néz ki, Zsuzsa. Én nagy szeleteket várom belőle. És akkor ezen szervírozott, gondolom. Igen. Vendégek már elég éhesek, úgy látom. Ilyen, jaj, gyönyörű szép, és olyan elhagyja magát, eteti magát, igen. Lóg bele a számba, igen. Nagyon finom. Porcukros. Utókezelés. Mennyit gondoltál ennyit? Jó, csak úgy, hogy megmutassuk. Megmutatjuk neki, és elkészült. Hát nagyon szépen köszönöm. A tudást én szerintem otthon el fogom mindenképpen készíteni.
annyira gyönyörűen megkeltek ezek a lángosok, és körülbelül 15-en várnak ott kint, úgyhogy el is kezdjük a sütést. Mondtad, hogy nem elég, hogy kefires, még rakunk bele egy kis virslit is, hogy, igen, hogy továbbfokozzuk az élvezeteket. Egy simát kinyújtok. Egy simát kinyújtasz. Látod, milyen szép. Gyönyörű. Ezt várod tőlem, nagyon ügyes vagy, Zsuzsa. Nagyon köszönöm, de nem ezt vártam, én csak a tésztát vártam. Ja, és akkor, így szépen bele. Elbújtatjuk. Ugyanezt csináljuk káposztásba is. Káposztásba. Mondjuk én nem szeretek minden káposztásat, és hogy kisütöd. Igen. Süthetsz még nyugodtan. Még lángosokat. Egyet szerintem én is majd kinyújtok. Jó. Jó? Persze. Figyeltem a technikát. Remélem. Jólajos lapogatás. Legfeljebb majd én eszem meg, hogy elszúrom. Jól csinálom? Csak mindig ide szorítod a... Figyelj! Nem úgy beigyel, hanem ide szorítod a kezedet, vagyis az ujjaidat. És akkor nem nyúlik úgy, mint a rétes. Meg tudod, nem bököd ki. Még nem böktem ki. Szépen ide. Eddig a percig. Szerintem ez így nekem jó lesz, nem jó. Ilyen hosszúkás. Persze. Ildikó módra. Hát igen. Jól néz ki, határozottan. Ez a próba, hogy elég melege. És kárma zsírba sül a lángos. Mit szeretek itt rágsiba? A sima lángost, vagy a sajtos tejfölöst, vagy inkább ezeket a töltött lángosokat szeretik. És ebben is van egy specialitásom is, mondjuk nem annyira a fülünkhöz tartozik, de viszont kell újítani minden évben, és az idén a gíroszos lángos. A gíroszos lángos. Nagyon szeretném. Hát én szerintem ez egy kicsit már elvonatkoztat a lángostól, igen, de... hogy gíroszos, de maga a koncepció azt tetszik. Igen, azt tetszik is szeretném. Fokhagymásod kérek elvitelre. Mit fokhagymásod elvitelre? Meg kell hetem gyorsan. Segítek egy kicsit. Persze. Jó, fokhagymát hol találom? Itt találom. Fokhagymás elvitelre. Kár, hogy a kamerában nem megy át az illat. Az igaz. Vagy ma illat. Napot kívánok! 4 elviterre, parancsoljon, jó étvágyat kívánok hozzá! Jó napot kívánok! Kit tisztelhetek itt a kondér mellett? Jó napot kívánok! Fónai Tibor vagyok. Üdvözlöm Tibor! Marelek Szédikó. Fónai Tibor vagyok, sokan. Örülök, hogy itt vannak. Örülök, hogy itt lehet jönni. Ennek a piacnak vagyok a tulajdonosa. A tulajdonos kondér mellett, úgyhogy a legjobb helyen. Meg a mai napon a szakács, akinek az a feladat, az a feladata, hogy szürke marha pörköltet főzzük. Szürke marha pörkölt. Mióta fő ez a pörkölt? Korán kezdtem. Szürke marha meddig fő? Tovább, mint egy... Ugyanaz a főzési idő. Az a különbség, hogy kicsit több fűszert kell használni, mint a sima. Mert jellegtelenebb az íze, gondolom. Nem? Inkább erősebb. Inkább erősebb? Erősebb. Hát látja, hogy nem ismerem a szürke marhát. Kicsit birka, kicsit vad. Kicsit akkor marha, fagyúzni is kell rendesen? Nem kell fagyúzni. Csak mivel említette a birkát? Hát arra hasonlít, tehát mondjuk ebből a három ízből tevődik össze a szürke marhának. Hát elég kíváncsi vagyok egyébként, ez már megfőtt? Mire végzünk? Addigra megfőtt. Mióta van rágsiba termelői piac? Mikor álmodta meg ő ezt a piacot? 2 éve van a piac. Ez a talpasház, ami itt van mögöttünk, ez körülbelül 20 évvel ezelőtt. Belekeverek, nehogy leigyen. Igen, mindott, csak beszélj. Remélem, igen, hogy nem. Igen. És ebben a talpasházban nagyon sok vendégért hívtunk barátokat. Igen. És akkor itteni asszonyoknak, többek között anyámnak a főztjét ették. Nagyon tetszett nekik. És akkor ez úgy megéred bennük a gondolat, hogy több mindenkit kellene ide hívni, és több idős
idősebb asszony bekapcsolni arra, hogy, hogy ilyeneket tudjanak mások is enni. De most leve idős asszonyozza a Zsuzsát itt. Nem a Zsuzsáról beszéltem, hanem anyám korosztályáról, de szerettem volna nekik is segíteni, hogy, hogy próbálkozzanak meg. Tehát nem kell sorozatokat nézni és otthon ülni, hanem, hanem, hanem lehet valami mást is csinálni. És két évvel ezelőtt a török-koppányi líder akciócsoportnál volt lehetőség pályázni a piacépítésre, ami pont azt segítette elő, amit szerettük volna, hogy helyi termékek piacra juttatása. Kézműves termékek, és akkor úgy gondoltuk, hogy belevágunk egy ilyen nagyobb projektbe. És teret adnak ennek a gondolatnak. Így van, és akkor hát azért építettünk ilyen piacot, tehát nem vasból fémszerkezeteset, hanem székelyácsok építették egyébként a piacot. A tehát piacnak azért, az épületét, a piacnak igen. az épületét, hogy az is egyfajta vonzerő legyen, mert gondolom arra azért szükség van, hogy mutatós legyen, látványos. Részben meg, hogy a, igen, tehát, aki kézműves terméket hoz, valahogy annak egy családot, nevelőt is. Mindenképpen autentikus környezetbe kell helyezni. Mindenképpen, tehát ez is szempont. A talpasháznál autentikusabb környezet, úgy gondolom, hogy nincsen, én már voltam meg is, hát főztem is. Magának mi a kedvence a piacból? Melyik része? Hagyományőrzés, a termelők, vendéglátás. Mi az, ami úgy gondolja, hogy igen, ez az? Egy két év után most már azt lehet mondani, hogy látszik annak az értelme, hogy csináljuk, és valami apró csíra célok, hogy kezdenek megvalósulni. Van itt egy hölgy, aki 2 kiló sajtal kezdte. Azóta ő egészen szépen megnövelte a sajt mennyiségét, plusz elkezdett terméket fejleszteni, jó kurtot is hozni. Most már mesélte nekem, hogy ott tart, hogy most már elővételbe tud adni, mint mennyi joghurtot, tehát várják a vendég. Hát a fejlődés ezen indult mindenki. Így van. Én számomra erről szól, hogy akkor ő megragadta ezt a lehetőséget, hogy itt piac volt, termelt, újított, hozzam, és tehát neki ez is üzletileg is megvan. Neki boldog, ő is boldog, ön is boldog, és a vásárló szerintem a legboldogabb, aki a sor végén áll. Remélhetően. Így van. Milyen gyakori a piaci nap? Minden szombaton vagyunk. Minden előtt, szombaton. És a minden hónap második szombatján, akkor egy ilyen vásárszerű rendezvényt is csinálunk. Mint ahogy ma is, ugye? Ahogyan ma is. Aha. Azért, hogy minél több bevőt ide csomagassunk. Ugye ez egyfajta marketingje ennek a piacnak. Értem. Meg ugyebár a hagyományőrzés, mert látom, hogy kézművesek is vannak, szalmával is dolgoznak, mutatnak újdonságot, ami ugye már egy mai kor emberének a régi dolgok még mindig ugyanúgy újszerűek hatnak. Pedig aztán igen. Nem is újszerű a dolog, hanem ez már 100 éve így van. Így van, tehát amellett, hogy kézműves termékeket várunk, mi magunk is végeztünk képzéseket. Tehát volt itt egy projekt, tehát a piac épülete is úgy alakult ki, hogy vannak a standok, és a középen az a kör alakú rész, az oktogon, az azért van, hogy ilyen kézműves mesterség tanításokat, oktatásokat, bemutatókat tudjunk csinálni. Ez is ennek a része. Azért van itt a fafaragó is, mert ilyen a folyam is volt, a szövés, fa termékeket is gyártottunk mi magunk. És hát akkor természetesen így van, és akkor a szörpöket lekvárogatása hagyományos módon is itt elvertünk. Itt a faluban. Itt a faluban. Igen, igen. Hát, kedves Tibor, én itt jól éreztem magamat. Örülök neki. Ettem, ittam, láttam szépet, tanultam egy szalmával fonni, úgyhogy én csak gratulálni tudok a kezdeményezéséhez, illetve magára a produktumra. De hát még egy dicséretet, mert mindenképp szeretnék a végén adni önnek, mikor eszem a szőkem maradt. Remélem, nem érdemtelenül kapjuk majd. Úgyhogy köszönöm szépen, úgyhogy még várok eseményeket. Köszönöm szépen, köszönöm. Várja önöket a Rákosi termelői piac, jöjjenek el minél gyakrabban. Önökkel találkozom, az önök közönyében. Viszontlátásra!